Ha játékra alkalmas gépről beszélünk, ennél kicsit nagyobbat várna az ember. De higgyetek nekem, lehet ezen is játszani. Nem a legmagasabb beállításokon, de ne is rohanjunk ennyire előre, jöjjön először az intro. Megérkezett a laptopod vagy gamer PC-d, de nem volt rajta Windows? Erre olcsó megoldást nyújt a mai videónk szponzora, a CD Keysales. Náluk nagyon olcsón tudsz hozzájutni eredeti szoftverekhez és játékokhoz. Kikeresed a Windows 10 Pro-t, kosárba teszed, és beírod a HU25-ös kuponkódot, amivel további 25% kedvezményre vagy jogosult. Ha PayPal-lal fizeted, nincs további tranzakciós díj. Ha ez megvan az e-mailben kapott kóddal, csak aktiválnod kell a vezérlőpult, biztonság és frissítés, aktiválása almenüben. Ezek után a későbbiekben majd update-elhetitek Windows 11-re, ami külön jó hír. A linket hozzájuk megtaláljátok a leírásban. I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure. Guarded, I found shelter in the storm. Was a soldier in the legions, fought against the demons, fought against the monsters made of gold. But they stormed across Arcadia, following the nature, washed away the place I once called home. A gépet a pécsipc.hu biztosította számomra. Link hozzájuk a leírásban. Kezdjük a külsejével. Egy ilyen tipikus irodai gép jellege van, a tetején ilyen kis méhrácsos, dombornyomott borítással, S betű a piros ponttal, ez a Fujitsu-nak a márkája, a brandingje lényegében. Az elején szálcsiszolt előlappal, ez körbe is fut, úgy látom, a gépen egészen a hátuljáig a portokhoz. Az összeszerelési minőség, hát a Mac Mini után azért teljesen más. Igaz, könnyebb is szétszedni, de hát ez ilyen. Az Apple azért az híres az összeszerelési minőségéről. Méretre nem túl nagy. 185x191x58 mm. Ez bárhova elfér. Monitor alá, tévé alá. Kényelmesen bepattinthatjuk például a tévé alá, és beleolvad az összképbe. Nem lóg ki a nappali dizájnjából. Kezdjük a csatlakozókkal. Balról jobbra haladva, itt van a tápcsatlakozója, van egy hűtőventilátorunk, egy DVI csatlakozó, úgy látom van még egy Ethernet portunk, két USB 3.0, két USB 2.0, egy DisplayPort, egy fejhallgató jack és egy mikrofon jack. Az elején kapunk egy SD kártyaolvasót, két USB 3.1-eset, itt van még a bekapcsológomb és a lemezkiadógomb, ugyanis ebbe egy meghajtó is még helyet kapott. Ahhoz képest, hogy milyen kis gép, egész sok csatlakozót kapunk. Jöhetnek a specifikációk. Kapunk egy Intel Core i5-4590-est. Ez alapból 2 GHz-en ketyeg, turbóba tudja a 3 GHz-et. Két magos 4 szál. Nagyon hasonlít a Mac Mini-re. Jár még hozzá 8 GB RAM, a GPU az Intel-es integrált GPU, HD 4600-as. Hát ez sok mindenre nem elég, azt majd meglátjuk, hogy mit tud. Kitérnék még arra, hogy jár hozzá egy 256 GB-os SSD. Ez egy 2,5 szolos kivitel. De meg is mutatom nektek, ez könnyedén ki lehet cserélni és bővíteni is lehet. Beszéljünk a bővíthetőségéről. Lepattintjuk a hátlapot, elhúzzuk a kis csappantyút és a kis füllel felhúzzuk és le is vehetjük. Teljes egészében az alját. Itt láthatjuk, hogy a RAM-okat könnyedén cserélhetjük, mint egy laptopnál. Igazából laptop memória megy bele. Ki lehet pattintani, és ennyiből ki is van véve. Itt két darab slotunk van, itt gazdálkodhatunk. Szerintem érdemes itt egy 16 GB-ra felupgrade-elni. Itt kapjuk még az SSD-nket, ami hasonlóan nagyon könnyen cserélhető. Most nem tudom én kicserélni, de higgyétek el, hogy nagyon könnyen. Még helyet kapott itt egy M.2-es SSD foglalat. Tehát ezt az SSD-t le tudjuk cserélni egy HDD-re, több terrára is akár, és akkor ide bepattinthatjuk az SSD-t. Így tudjuk kimaxolni teljesen. Vagy esetleg még van egy másik lehetőségünk. Ha lepattintjuk a tetejét, itt kapjuk a meghajtót. Ide be tudunk tenni egy meghajtó formájú keretet, amiben megint csak egy 2,5 szolos HDD, illetve SSD-t tehetünk bele. Ha nem használjátok a meghajtót, akkor nagyon praktikus, és akkor már három meghajtóval gazdálkodhatunk. Mármint háttértáj meghajtóval.
És most kapcsoljuk be, és nézzük meg, hogy mire is jó egy ilyen gép. Azonnal hallatszik a meghajtó, hogy működésbe lép. Igen, zajcsökkentés céljából is ajánlatos kicserélni ezt a meghajtót. Persze, ha nem használjátok. Van egy kis alapzaj, ezt megpróbálom megmutatni nektek. Egy alapventilátorzaj. Persze, ez sokkal másabb lesz, hogyha meghajtjuk egy kis játékkal. Arra is kitérünk. Azt még fontos megjegyezni, hogy egy teljes értékű Windows 10-et kapunk rajta. Nem valami lebutított mobil operációs rendszert kell használnunk, hanem egy teljes értékű Windows 10. Tehát ha már van egy gépünk, nyugodtan átköltöztethetjük erre a kis gépre. És ugyanúgy tudjuk használni, minden szoftver kompatibilis lesz. Teljes mértékben kiszolgál egy Windows 10-es felhasználót. Akkor most beszéljünk arról, hogy én mire is használom ezt a gépet. Webböngészésre, filmnézésre, YouTube-ozásra természetesen, de lehet rajta e-maileket írni, szövegszerkesztőket használni, képszerkesztőket is, sőt, videóvágásra is alkalmas. Nem azt mondom, hogy a 8K anyagokat kell rádobálni 60 FPS-be, de végül is lehet vele videót vágni. Keretek között. Most a home office-os időkben igazából home office-ra is alkalmas. Zoom meetingekre, tehát teljes mértékben használható. Itt ugyanúgy használható a Plex, mint a Mac Mini esetében, ezt már bemutattam nektek, ugyanarra képes ez is. Említettem, hogy játszani is lehet rajta. Nézzük meg akkor most már azt is. Jöhetnek a játékok. Egyébként a felhasználó élmény nagyon jó. Az SSD-nek köszönhetően nagyon kellemes itt böngészni. Minden azonnal nyílik, nem kell várni semmire. Igen, az SSD-nek amúgy nagy ereje van. Nagyon fel tud gyorsítani egy ilyen kisebb, gyengébb gépet. Játékok terén megnéztem egy kis GTA 5-öt, Valorantot, CS:GO-t, COD Modern Warfare 2-t, LOL-t és a Dirt Showdown-t. Az FPS értékeket kilistázom nektek, nézzétek át a benchmarkokat. Közben a zajszintről is beszéljünk. Ha már valamit ráengedünk és processzor munkát kell végeznie, akkor hát hallgassátok meg, ez a helyzet. Lehet, hogy egy kicsit zavaró, a közvetlenül mellettünk van, de kicsit arrébb tesszük és igazából. Meg aki fejhallgatóval játszik, annak nem fog problémát jelenteni. De nézzük a hőfokokat. Alapállapotban 60 fokos a processzor. Érdekes, hogyha ráeresztünk valami játékot vagy valami heavy munkát, akkor 65 fok, csak 5 fokot megy fel, egész jól tartja a hőmérsékletet. 65 fok egy ilyen kis formatervtől igazából nagyon jó eredmény. Összegezzük a látottakat. Ez a kis gép, amilyen áron van, ahhoz képest remek választás lehet. Most aki most akar belépni a gaming világba, és nincsenek olyan nagy elvárásai, hogy mindent maximális beállításon akar játszani 100 FPS mellett, annak remek lehet, ajánlom nekik. Lent lesz a leírásban a link, ahol meg tudjátok venni. De egyébként több konfiguráció közül választhattok. Lehet bővíteni és plusz háttértárat belerakni, remekül össze lehet vágdosni, hogy mit szeretnétek kapni. Tehát ahogy a Mac Mininél is elmondtam, akinek kevés helye van, vagy munkára kell irodai környezetbe, annak remek választás. Játékokat, hát láttátok, hogy mivel tudtok játszani, milyen teljesítménnyel, így mérlegeljétek a dolgot, és ha csak 60 ezer forintotok van az egészre, akkor szerintem jó választás. Srácok, ez a teszt mára ennyi lesz. Ha tetszett és szeretnétek még ilyen jellegű teszteket látni, akkor lájkoljátok a videót. Hogy ne maradjatok le a további tesztekről, iratkozzatok fel és nyomjátok be a kis csengőt, hogy értesítést kapjatok az új videóról. A következőben találkozunk. Addig is. Sziasztok! Ahhoz képest, hogy milyen kis gép, egész sok csatlakozót kapunk. Jesus Christ, mi a franc esett a gépből? Kapunk egy Intel Core i 4590-est. Ó, milyen jó. Kéne egy tapkábel? Kéne egy tapkábel? Megint csak, mint a Mac Mininél, akinek kevés Surprise, helye van... Motherfucker. Komoly hihetetlen bazd meg ez a YouTube. Tehát ahogy a Mac Mininél is elmondtam, akinek kevés még ilyen jellegű teszteket látni, akkor lájkoljátok a videót. Hogy ne maradjatok le a Komoly... Here on my island, floating in the sky, I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure, guarded, I found shelter in the storm, I'm hiding in the blue.